Bence Marianna vagyok, több diplomám van, az utolsó kettő képzőművészeti egyetemi diploma, és nagyon szeretem a munkámat, amit most csinálok. A napkör abban különleges, hogy a nagyon tehetséges gyerekeket válogatja ki, illetve azokat a rejtett tehetségeket válogatja ki, akikben megvan félreismerhetetlenül a tehetség szikrája, csak olyanok a családi körülményeik, hogy segítség nélkül elsikkadna ez a tehetség, tehát mi ezt a tehetséget segítünk kibontakoztatni. Azoknak a gyerekeknek, akiknek valamilyen tanulási képesség zavara van, vagy részképesség zavara, vagy kommunikációs képesség zavara van, azokat a gyerekeket hihetetlen mértékben segíti a kerámiázás. Nagyon sokat segít a napkör abban, hogy a gyerekek megismerjék önmagukat, az ő saját határaikat, és a képzés, ami az ő tehetségükre és gyakorlatilag az ő önállóságukra épít, az nagyon fontos ezekben az életszakaszokban, mert azt látja a gyerek, hogy képzéssel és szorgalommal nagyon-nagyon magasra lehet jutni. És tényleg művészi fokot el tudnak érni. Vannak olyan gyerekek, akik eleinte kevésbé tehetségesek, de van egy különleges látásmódjuk, és ezt a látásmódot fejlesztve minden mást meg lehet nekik tanítani, ki lehet bontakoztatni a tehetségüket. Tehát keressük is a tehetségeket, és hozzák is hozzánk a tehetséges gyerekeket. Óriási kihatása van az egyén sorsára, hogy időben felismerik-e a tehetségét, és fejlesztik-e, vagy későn ismerik fel, és már nem fejleszthető, vagy nem érdekli a gyereket, vagy nem érdekli a családot. Tehát itt nem csak a gyereket fejlesztjük, hanem bele kell vonni természetesen a családot is. Mivel sok szemmel rendelkezünk, és sokféleképpen nézzük a gyerekeket, ezért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos feladatot tölt be a napkör. Orottya nagyon értelmes, nagyon helyes kislány, és hihetetlenül szépen rajzol. Tehát erre figyeltem fel először. Azért válogattam ide a tehetségpontba a napkörbe, mert azt láttam, hogy nagyon gyorsan tanul, nagyon érdekli mindaz, amit csinálunk, és nagyon szereti csinálni. Egyik fontos jellemzője, hogy más a látásmódja, mint az átlagos gyerekeknek. Tehát ő mást vesz észre, azokban a dolgokban, amiket ő megvalósít, mint az átlag gyerek. És ez a látásmód, ez a másság teszi őt igazán tehetséggé, meg a szorgalom természetesen, amivel ő hajlandó tanulni. Ő belőle lehet egy jó kis kerámikus, vagy lehet egy szobrászművész. A nevem Mándi Valentin Tamás, mellettem le a testvérem Mándi Dorottya, nagyon ügyes a kerámiában, meg a rajzolásban. Dorottya év eleje óta jár Mariannéhez. Azért, hogy Dorottyára büszke, mert ő jó az agyagozásban is, és a fociban is volt, mikor elvette tőlem a labdát. Mándi Dorottya vagyok, 8 éves vagyok. Én jó vagyok a matekbe, és a magyarba, és a kerámiába. A Mariannénél szeretek ott lenni, sokat tanulok, és mindig csinálunk valami újat. Julika a koránál sokkal magasabb színvonalon dolgozik, hihetetlen szín és formaérzékkel rendelkezik a kislány, ösztönösen dolgozik, amiben tulajdonképpen oly nagyon nem is lehet, meg nem is nagyon szabad beleszólni, inkább hagyni kell őt. Nekem az a szakmai tervem Julikával, hogy nagyon sok technikával megismertetem őt. Képes a fantáziáját úgy irányítani, hogy azt rögtön ő látja gondolatban, és ami nagyon érdekes az ő 5 éves életkorában, hogy tulajdonképpen az ő szintjén azt ő le is tudja vetíteni a papírra. Júcsi most 5,5 éves múlt, körülbelül egy olyan 2,5-3 évvel ezelőtt kezdett el rajzolni, úgy magától. És azt vettük észre, hogy gyakorlatilag percenként rajzolt, hihetetlen gyorsan,
nagyon kreatívan kezdett el rajzolni, és az óvónők hívták fel igazából úgy a figyelmünket, hogy ő és egy másik csoporttársa ketten egy hét alatt annyit rajzolnak, mint az összes többi gyerek egy fél év alatt. Én azt gondolom, hogy mindenkiben rejlik valamiféle tehetség. A tehetség segítésnek szerintem az a legnagyobb ereje és fontossága, hogy a környezet észrevegye azt, hogy egy gyermek mennyire tehetséges, és ezt a fajta tehetséget hogyan tudják gondozni, és a megfelelő irányba, és a megfelelő szakemberek kezébe beletenni.